hogy hátralépett egyet, talán egy felet hátralépett, és úgy, hogy végül mi nyertünk rajta. Engem még jobban zavar az indoklás, hogy miért kellett ezt a döntést ilyen nagyon sürgősen meghozni, hogy üzentek Putyinnak, meg üzentek az ukrán népnek. Minden racionalitást félredobva, minden szabályt félredobva, a saját unió által önmagának megszabott törvényeket, előírásokat, szabályokat, szerződéseket felrúgva, ők üzengetnek. De kit érdekel ebben az Európai Unióban bármely szerződés? Kit érdekel az unió alkotmánya? Kit érdekel bármilyen szabály? Szerintem legalább 8-10 olyan európai vezető volt, aki lelke mélyen szeretett volna Orbán Viktor után menni, de nem mert szóval, hogy mondjam, a Dzsungel könyve után van egy aranyos kis történet a Rikki-Tikki tévéről, a mongúzról, ahol aki a kobra kígyókkal küzd a pici mongúz, és ott él egy patkány a csúcsundra, aki mindig arról ábrándodik, hogy egyszer kiszaladna a szoba közepére, de nem mer soha. Hát én most úgy látom, hogy Orbán Viktor volt a Rikki-Tikki tévé, aki a kobrákkal megpróbál megküzdeni, és sok kis csúcsundra nevű patkány leste őt a sötétből, hogy úgy szeretnék veled én is kimenni, de nem merek.